Sikeres program, a megyében eddig a foglalkoztatási paktumba bevont emberek 94%-a tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Magyar falu program, akár a 200 milliárd forintot is elérheti az összes pályázható összeg. Monetáris politika, a jövő év végére tervezett jegybanki lazítás, akár kamat emelkedést is hozhat a lakáshiteleknél. Foglalkoztatási fórumot tartottak a Megyeházán, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Eddig a programba bevont emberek 94%-a tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, hangzott el a Megyeházán rendezett foglalkoztatási fórumon, ahol azt is kiemelték, a maradék 6% sem maradt munkanélkül, ők non-profit szervezeteknél és önkormányzatoknál kaptak állást. A fórumot a megyei foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódóan rendezték, a helyi paktumok ugyanis már a megvalósítási szakaszukba léptek, így most az eddig szerzett eredményeket és tapasztalatokat összegezték a résztvevők. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat együttműködő partnerei is részt vettek a Megyeházán rendezett foglalkoztatási fórumon. Az ülést azért tartották, hogy a megyei foglalkoztatási paktumban érdekeltek, tájékoztatást kapjanak a program eddigi szakmai tevékenységéről és eredményeiről. Egy dinamikus folyamat. Akkor, amikor elkezdtük és megkezdődött ennek a projektnek a tervezése, akkor kevés hazai tapasztalatra támaszkodhattunk. Itt a megyében pedig kifejezetten nem volt ennek gyakorlata, kiforrott gyakorlata, talán Nyugat-Magyarországon több foglalkoztatási paktum működött már, és fölhalmozódtak ott tapasztalatok. Mi tulajdonképpen járatlan úton indultunk el, ezért különös jelentősége van annak, hogy útközben az észrevételeket meghalljuk, meghallgassuk, kicseréljük a véleményünket és a tapasztalatainkat, és a szükséges korrekciókat, ha erre szükség van, akkor végrehajtsuk. A megyei szintű foglalkoztatási paktum a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, és ösztönzi, illetve segíti a megyében működő helyi foglalkoztatási paktumokat. A megyében 9 helyi foglalkoztatási együttműködés jött létre, ezek most már a működésüket is megkezdték. Ugye mindig azt hallottuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében munkahely, munkaerő hiány van. Gyakorlatilag átfordult a világ. Most már azt kell mondanom, hogy valóban a munkáltatók keresik a munkavállalókat, és nem tudunk annyi munkavállalót közvetíteni, amennyire a munkáltatóknak szüksége lenne. Nyilvánvalóan van még bázis, van még miből építkezni, hiszen ugye ott a közfoglalkoztatási éra, illetve ott vannak még gyakorlatilag az inaktívak. Én úgy gondolom egyébként, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kifejezetten jó alapot tudunk ahhoz nyújtani, hogy ennek a paktumnak, ennek a szervezetnek gyakorlatilag a működését át tudjuk ültetni és pilotként tudjuk megmutatni, nem csak a helyi paktumoknak, hanem akár országos tapasztalatok szerzése véget is. Polgári András azt is elmondta, a paktum fontos eleme, hogy a helyi igényekhez igazodva indítsanak képzéseket, hiszen csak így lehet sikeresen az elsődleges munkaerőpiacra irányítani az embereket. A megyei kormányhivatal főigazgatója azt is hozzátette, eddig sikeresnek mondható a paktum, hiszen közel egy év alatt 408 főt vontak be, akik 94%-a sikeresen tudott elhelyezkedni a versenyszférában, míg a maradék 6%-uk non-profit szervezeteknél és önkormányzatoknál kapott állást. Jövő év elején írják ki az első magyar falu program pályázatot. A tervek szerint a jövő évi költségvetési tartalék jelentős része erre fordítható majd, összesen akár a 200 milliárd forintot is elérheti a pályázható összeg. Magyarországon közel 2800 olyan település van, ahol 5000 főnél kevesebben élnek, rajtuk segíthet a kormány új programja. A falusi létforma népszerűsítése érdekében indul a Magyar Falu Program. Gulyás Gergely kiemelte, a program célja, hogy ha valaki vidékre költözik, az ne járjon az életszínvonal csökkenésével. Ezért például az épülőházaknál kedvezmény jár majd a tájegységbe illeszkedő építkezések után. Több mint 3100 település van ma Magyarországon, és ebből több mint 2800 településnél mondhatjuk, hogy 5000-nél kevesebb ember él. Tehát azt látjuk, hogy ha a településekre tekintünk, hogy ezeknek nagy száma még ma is kis település, és az ország
lakosságának majdnem egy harmada kis településeken él. Itt Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig ez különösen is igaz. Azt szeretnénk, hogyha az a döntés, hogy valaki a szülőföldjén boldogul, vagy akár falura költözik, az nem jelenteni azt, hogy rosszabb közszolgáltatásokban részesül, rosszabb oktatásban, egészségügyi ellátásban részesül. A miniszter szerint ehhez aktív állami szerepvállalásra van szükség. Ez az útjavításokban is megnyilvánulhat, illetve a tartósan betöltetlen közszolgáltatások esetén segíteni akarják az érintett házi orvosok, fogorvosok és védőnők lakhatását. Fontos, hogy mint a nagyvárosokban, a falvakban is a lakók rendelkezésére álljanak a közösségi terek. Emellett plusz támogatást készülnek adni a tájegységi örökség megőrzéséhez is. A jövő évi költségvetésben a jelenlegi tervek szerint 150 milliárd forintot az általános tartalékból fog a kormány átcsoportosítani a Magyar Falu programra, és létrehoztunk egy útalapot, amiben pedig az e-matrica emelésből, tehát a kamionosok által fizetett útdíjból származó pluszbevételek folynak be. Azt reméljük, hogy ez további 30-40 milliárd forint lehet, tehát összességében majdnem 200 milliárd forintot remélünk. A kormány szerint ezekkel a támogatásokkal és beruházásokkal az ország kettészakadtsága mérsékelhető, az elvándorlás megállítható, és a program elősegítheti a helyben maradást is. Már 100 000-es nagyságrendű azok száma, akik aláírták a Ne hagyjuk büntetlenül nevű akciót, mondta el Hadházi Ákos Nyíregyházán az általa indított kezdeményezésről. A független országgyűlési képviselő célja, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, és kikényszerítse, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ehhez karácsonyig, de legkésőbb a tavaszi EP választásokig 1 millió aláírást szeretne összegyűjteni. Van egy szimbolikus haszna is ennek a dolognak, ha 1 millió ember aláírja, akkor meg tudjuk mutatni, hogy a magyarok nem korruptak, hanem csak a magyar kormány az, amelyik egészen magas szintről szervezi az Európai Uniós pénzeknek az ellopását. Fontos, hogy ezt magunknak megmutassuk, és fontos, hogy az Európának is megmutassuk. Van egy nagyon komoly gyakorlati haszna is, 2 gyakorlati haszna van. Egyrészt nem szabad büntetlenül hagyni ezeknek a pénzeknek az ellopását, mert hogyha büntetlenül, korlátlanul el lehet ezeket a pénzeket lopni, akkor ez nem arra megy, amire adták, nem arra megy, hogy fölzárkózzunk Európához, hanem néhány embernek a mesés meggazdagodásához vezethet. 2019 második felétől emelkedhet a jegybanki alapkamat, ezáltal a banki hitelek is drágábbak lehetnek. Az úgynevezett monetáris lazítás hatására leginkább a rövid kamatperiódusú hitelek lehetnek kockázatosak, azonban ingatlan buboréktól egyelőre nem kell tartani. A monetáris politika változásának hatásairól, a kamatváltozásról és a banki hitelezés átalakulásáról beszélt Plesinger Gyula, a monetáris tanács tagja a Nyíregyházi Egyetemen tartott előadásában. A monetáris kondíciók lazításának hatására a következő években a banki kamatok emelkedése várható, mondta el a szakember televíziónknak. A mi monetáris politikánkat elsősorban az infláció alakulása határozza meg, tehát egy inflációs célkövető rendszert működtetünk. Mi úgy gondoljuk, hogy a 3%-os inflációt fenntarthatóan valamikor 2019 közepén érjük el, ami azt jelenti, hogy a monetáris kondíciókat nagyjából abban az időben kezdhetjük el lazítani. Most ez a lazítás, ez nem feltétlenül kamatemelést jelent, hiszen az alapkamat csökkentése mellett mi nagyon sok úgynevezett nem konvencionális eszközt vezettünk be, tehát először ezeknek a kivezetése fog megtörténni, de valószínűleg ez már azzal jár, hogy a referenciakamat, a bubor az elkezd emelkedni, és ez nyilván emelkedni, vagy emelkedésre fogja késztetni a többi hozamot és a banki kamatokat is, lakosság és vállalati üzletágban egyaránt. A monetáris lazítás és az alapkamat változása következtében lényegesen átalakul majd a hitelezés, tette hozzá Plesinger. A mai helyzet az, hogy főleg a vállalati szektorban, de a lakossági szektorban is még az alacsony alapkamat, illetve az alacsony bubor és a viszonylag nem magas kamatprémiumok miatt nagyon sokan választják a változó kamatozású rövid lejáratú hiteleket. Úgy gondoljuk, hogy ez kockázatos, tehát hosszabb hitelek esetében ez már mindenféleképpen kockázatos, és próbáljuk azt hirdetni, vagy minél inkább elterjeszteni, hogy érdemes most ezt a kegyelmi időszakot kihasználni arra, hogy
akinek van fejlesztési elképzelése, hosszabb távú fejlesztési elképzelése, és ezt hitelből kívánja finanszírozni, az a hosszú és fix kamatozású hitelek felé menjen el, még akkor is, ha azok ma egy kicsit drágábbak, mint a változó kamatozások. Plesinger hozzátette, a Nemzeti Bankban folyamatosan elemzik az ingatlanpiacot és azon belül is a lakáspiacot, és ma azt látják, hogy a lakásárak még nincsenek azon az egyensúlyi szinten, ami fölött már esetleg buborékok kialakulására lehetne számítani. Egyre gyakoribb, hogy közlekedési baleset során fiatalok tartós egészségkárosodást szenvednek. Az ilyen traumákat azonban nem csak nekik kell feldolgozni, hanem a családtagoknak is. Ennek elősegítésére Egy nap a lelki egészség és az önállóság jegyében címmel szakmai napot tartottak az Esélycentrumban. Amikor sérült gyermek születik egy családban, vagy egy épp gyermeknek károsodik az egészsége, az egész család élete megváltozik. Az utóbbinál nem csak az elszenvedőnek nehéz feldolgozni a történteket, hanem a környezetének, a közvetlen családjának is. Erről, valamint a test és a lélek egységéről szólt a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének előadása. Mai napság nagyon sokszor közlekedési baleset következtében tulajdonképpen a fiatal korosztály az érintett, és ismerek is ilyen fiatalokat. Ez nehéz nyilván a családnak is, mert a reményt, az elvárást a fiatallal kapcsolatban azt befolyásolja, és ez nem egyszeri döntés. A szakember szerint ez olyan, mint egy gyász, tehát időt kell hagyni a megélésre, a feldolgozásra és az elfogadásra egyaránt. Egy ilyen trauma után sok minden adhat reményt, például az eddig megélt élet. A korábbi törekvéseket és célokat nem szabad feladni, azokat folytatni kell. Fontos az is, hogy a sérült személy találjon egy jó példát magának. Nekem például nagy élményem volt a munkám során, akkor még főiskolán István, aki most vívó tör és kardvívó, és Tarjányi Istvánról van szó, aki nem volt ilyen mindennapi átlagos diák, mert részt vett a hallgatói munkában is, mindig kiderült a dolgokról a véleménye, és ő is tulajdonképpen fiatal serdülőkorában sérült meg, és olyan nagy elismerést vált ki bennem, és azt gondolom, hogy a környezetében is, hogy a sportolással is mintát ad. A szakember szerint a közszolgálati intézmények és a hivatalos szervek is egyre felkészültebbek a sérült emberekkel való kommunikációt illetően, ezáltal egyre jobban tudják támogatni és segíteni őket. 400 millió forintból újul meg a Zöld Irodaház Nyíregyházán és az önkormányzat B épülete. A felújítás olyan energetikai megoldásokat tartalmaz, amelyekkel felére csökkenthető az épületekben az energiafelhasználás. A munkálatok a tervek szerint december közepére fejeződnek be. A város és a megye lakói által zöld irodaházként ismert épületben dolgoznak többek között a foglalkoztatási főosztály munkatársai. Ez az épület, valamint a Nyíregyházi Önkormányzat B épülete kehopos Európai Uniós forrásnak köszönhetően összesen 400 millió forintból újul meg. Az energetikai felújítás csak a zöld irodaházban közel 100 irodát érint. 200 millió forintot némileg meghaladja az az összeg, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal egy energetikai megújítási pályázat keretében nyert el, és ennek eredményeképpen az egész épület megújul, új külső szigetelést kap, nyilázáró cseréje történik meg, és napelem is kerül a tetőre. Mindeközben a Nyíregyháza város városképvédelmi rendeletének megfelelően járunk el, tehát a zöld irodaház marad zöld irodaház a későbbiekben is, ahogy az emberek megismerték, és ahogy az emberek ismerek itt Nyíregyházán is a megyében. A beruházásnak köszönhetően a felére csökken az épületben az energiafelhasználás. Ezt a padlás, valamint a külső homlokzat szigetelése, nyílászáró csere és 50 kW-os teljesítményű napelem elhelyezése biztosítja majd. Ha zöld irodaház színe természetesen zöld marad, annak is erősebb, jobban észrevehető árnyalata. A munkálatok a tervek szerint december végére befejeződnek.
megszerezte első idegenbeli győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 5. fordulójában lejátszott mérkőzésen az MTK Török Bálint otthonában nyertek 75-61-re. A tabella 7. helyén álló nyíregyháziak pénteken Nagykőrösön lépnek pályára. A Vasas elleni hazai győzelmet követően Török Bálintra is a siker reményében utazott el a nyíregyházi együttes. A vendégek ennek szellemében kezdték a meccset, az első negyedet 8 ponttal nyerték a cápák. A második 10 percben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Blue Sharks. Fordulás után némileg kiegyenlítettebb lett a játék, de a nyíregyháza tartotta előnyét. A záró negyed ugyan 2 ponttal a hazaiak élet, de a szinte minden mutatóban jobbnak bizonyuló vendégek magabiztosan szerezték meg első idegenbeli győzelmüket. Végre úgy játszottunk idegenben, ahogyan kellett volna eddig is szerintem. Az első pillanattól kezdve úgy gondolom, hogy mi uraltuk a mérkőzést, és ezt a kontrollt ki sem engedtük az egész mérkőzés alatt a kezünkből. Ennek eredményeként úgy gondolom, hogy egy alapvetően magabiztos győzelmet tudtunk aratni idegenben. Talán egy picit ráébredtek a srácok, hogy milyen céljaink vannak a bajnokságban, és próbáltuk kinyitni a szemeket annak érdekében is, hogy nem mindegy, hogy hol veszítünk esetlegesen, és nem szabad azt megengedni, hogy olyan csapatok verjenek meg minket, akik szerintem papíron nem erősebbek, mint mi. 5 fordulót követően a Veszprém és az Oroszlány 100%-os az NB1B piros csoportjában. A 3 győzelemmel és 2 vereséggel 7. helyen álló Nyíregyháza Blue Sharks pénteken Nagykőrösön lép pályára. Nagyon bízom abban, hogy a játékosoknak a felfogása ugyanaz marad az idegenbeli mérkőzésekkel kapcsolatban, mint ami az MTK-nál is tapasztalható volt, és úgy gondolom, hogy egy ugyanolyan játékkal, egy erős védekezéssel megközelítőleg ugyanazt az eredményt lehet majd elérni. A 6. forduló további párosítása a következő: Bonyhád Vasas Akadémia, Oroszlány Mavc, Veszprém BKG Prémiese, Békés Budapesti Honvéd, Miskolc MTK Török Bálint és PVSK Budafok. Elvesztette veretlenségét a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB1 7. fordulójában a BKV előre otthonában kapott ki 5-3-ra. A nyíregyháziak vereségük ellenére előre léptek a keleti csoport tabellájának első helyére. A két csapat az elmúlt szezonban még a Szuperligában szerepelt, ezért rangadónak számított a fővárosi mérkőzés. A találkozó nem indult zökkenőmentesen, mivel az egyik pálya automatikája elromlott, még az is felmerült, hogy elhalasztják a meccset. Végül sikerült megjavítani a technikát, így dobóállásba léphettek a játékosok. Az eddig hibátlan nyíregyháziak nem tudták a korábbi meccseken mutatott játékukat produkálni, így a hazaiak 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az első párban 2-1-re vezettünk, mivel itt 6-sávos pályáról van szó, és 31 fával. Nagyon fontos volt, hogy a Fehér Béla 0-2-ről megfordította a párharcát, és csupán 6 fával, de mégis megtartotta a pontos csapatpontot. Azonban Szegő Levente bőven hozott a csapatfal tekintetébe, közel 40 fával legyőzte az ellenfelét. És a másik sorra már úgy fordultunk, hogy a 31 fát meg kellett volna tartani mindenképpen, és még esetleg egy csapatpontot szerezni. A Magyarorsi Péternek folyamatosan nem sikerült a pontszerzése, igencsak elhúzotta azért a legjobb eredményét dobó játékosa ellene, nem tudta Peti a lépést tartani, még a Kastura Zsolt hol egy, hol két fával kapott ki ellenfelétől, és így megpecsételődött, azt lehet mondani, a sorsunk. Nekem a 3. szedben sikerült egy fával nyernem a szettet, ekkor felcsillant a remény arra, hogy még akár nyerhetünk is. Az utolsó 30 dobáson múlott. Abszolút partiba voltunk, de a végén nem számunkra kedvezett a szerencse, és a hazaiaknak sikerült a csapatfelőnyüket megtartani, és így fordulhatott elő, hogy sajnos vereséggel kellett távozni ismételten a BKV előre otthonából. Finta Zoltán szerint a tét rányomta a bélyegét a nyíregyházi játékosok teljesítményére. 80-100 fával többet dobhattunk volna, alkalmas volt erre a pálya, de mint minden egyes rangadó érezhető az, hogy egy kicsit nem úgy jönnek az eredmények, és ez rányomta a bélyegét nem csak a hazaiak játékára, de a mi játékunkra is. Mindenképpen túl kell ezen esnünk, minél hamarabb vissza kell lendülnünk. Néztük az ellenfeleket a tabellán,
Jó hír, hogy viszont átvettük a vezetést a Bilatégerrel szemben, ugyanis ő a gázművek otthonában 8-0 arányú vereséget szenvedett, ahol néhány héttel ezelőtt még 6-2 arányban diadalmaskodni tudtunk. Bízunk benne, hogy még lesznek ilyen körbeverések a felső mezőnél is, mint ahogy nekünk is sajnos becsúszott ez a vereség, de mindenképpen a jövőbe kell néznünk, és bízunk benne, hogy ez egy jókor jött pofon volt, és akkor megkettőzött erővel tudunk majd készülni a következő mérkőzésekre, amiken mindenképpen a győzelem csak is a győzelem lehet számunkra az elfogadható. A tabella élén álló Nyíregyháza mellett a második Egernek és a harmadik Dinamo SC-nek is 10 pontja van. Az NTK hétvégi Bátonyterenye elleni meccsét az ellenfél kérésére december 2-ára halasztották, így legközelebb a jövő hétvégén Cegléden játszanak majd fintáik. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Eddig a programba bevont emberek 94%-a tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, hangzott el a Megyeházán rendezett foglalkoztatási fórumon, ahol azt is kiemelték, a maradék 6% sem maradt munkanélkül, ők non-profit szervezeteknél és önkormányzatoknál kaptak állást. A fórumot a megyei foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódóan rendezték, a helyi paktumok ugyanis már a megvalósítási szakaszukba léptek, így most az eddig szerzett eredményeket és tapasztalatokat összegezték a résztvevők. A falusi létforma népszerűsítése érdekében indul a Magyar Falu Program, amelynek első pályázatait 2019 évelején írják ki. A program célja a falusi létforma népszerűsítése, valamint hogy a vidéki élet ne járjon életszínvonal csökkenéssel. Gulyás Gergely úgy véli, ebben az államnak kell aktív szerepet vállalnia, ezért a tervek szerint akár 200 milliárd forint is a pályázók rendelkezésére állhat majd útfelújításokra, közszolgálati lakhatások megoldására vagy közösségi terek kialakítására. A jegybank 2019 végén kezdi meg a monetáris lazítást, ami nem feltétlenül kamatemelést jelent, hiszen az alapkamat csökkentése mellett az MNB több úgynevezett nem konvencionális eszközt vezetett be. A lakosság számára ez azt jelenti, hogy először is a rövid kamatperiódusú hitelek drágulhatnak, de a jegybank szakemberei szerint még nem kell ingatlan buboréktól tartani. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 24-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a változékony idő. A hidegfront távolodik tőlünk, csütörtökön azonban már egy melegfront felhőzete húzódik fölénk és jelentős enyhülés kezdődik. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél eleinte még többször megerősödik, majd mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, csak kevés napsütés várható. Gyenge eső, záporeső is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Éjjel hideg, holnap már melegfronti hatás lesz térségünkben. A következő napokban változékony, de enyhe időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet. Pénteken csak néhol lehet kisebb csapadék, szombaton már jelentősebb csapadék is hullhat. A jövő hét első napjaiban pedig több helyütt elered az eső, záporeső. A hétvégétől a déli szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik, amely egyre melegebb levegőt szállít a Kárpát-medence fölé. A maximum hőmérséklet vasárnap, illetve hétfőn a 20 fokot is megközelítheti.